Szevasztok, srácok! Elkészült egy hét munka után a M43-as mozdony modellem. Polisztirollapokból készült. Hát jó pár éve nem készítettem már polisztirollból modelleket. Ugye ilyen PVC-t vásároltam, mert Szolnokon csak azt lehetett kapni. De most a Pantonból ismét szereztem polisztirollapot. Az alváz az 1 mm vastag, polisztirollapból van, ahogy a gépterek is. A vezető fülke pedig fél milliméter vastag polisztirollapból van, ugye az ablakok miatt, hát azt egy millisből már nehezebb kivágni, meg nehezebb hallítani is, szóval oda jó volt az a vékonyabb anyag is. A fényszórók azok tolbetétből készültek, a korlátok drótból, igaz azok kicsit vastagra sikerültek, majd a következőnél vékonyabb drótot fogok használni, de az az igazság, hogy ez volt itthon. Ugye egy hétig szabadságon voltam, és minden nap egy 4-5 óra hosszát dolgoztam rajta, szóval egy olyan 35-40 óra van ebben a járgányban. Olyan lett, amilyen egyébként nem rossz szerintem, annyi, hogy a másik végére még kell egy pályaszám tábla, de egyébként készen van. A kerekeket csavaralátétből készítettem, de hát jó a H0-ás pályára, tehát rendesen meg lett csinálva, át lett alakítva az egész. Szóval így néz ki a Dacia. Írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla. Egyébként minden percét élveztem az építésnek. Jó kis kikapcsolódás, szóval hogyha bárki szeretné megépíteni, akkor hajrá! Szerintem jó móka.